A szakemberek úgy vélik, több ezer eurós keresetekre akkor számíthatnak a programozók, ha fizetőképes, általában ismert külföldi cégeknek dolgoznak, de erre is csak akkor van lehetőségük, ha már több éves munkatapasztalattal rendelkeznek. A szerb állam az informatikai munka és vállalkozás fejlesztésre még csak most kezdett el odafigyelni, nyilatkozta a közszolgálati tévének Zoja Kukic a belgrádi Startit képzőközpontból. Romániában például teljesen megszüntették a fizetéseket terhelő adókat és járulékokat. Tették ezt annak érdekében, hogy bátorítsák az ezen a területen vállalkozókat. Itt nálunk Szerbiában még mindig nem alakult ki semmilyen támogatási rendszer. Szerbiában egyetlen munkaközvetítői honlapon több mint 300 informatikus keresnek, miközben ennél is több munkát kínálnak a bel- és külföldi megrendelők. Az állam átképzési programot indított, ugyanakkor hirdetőtáblákon, interneten néhány hónapos tanítást ígérnek, ami jól fizető munkahelyjel is kecsegtet, mondta a szerbiai RTV-nek Stefan Salom, az Infostud munkaközvetítő honlap munkatársa. A valóság az, hogy minden tapasztalt informatikusunknak már van állása. Ezért történik meg gyakran, hogy a cégek, amelyek nem találnak szakosítottat, készek arra, hogy képzetleneket alkalmazzanak, akiknek a tanításába hajlandóak energiát fektetni. Így például az állami átképzésbe eddig bekapcsoltak, mintegy 30%-a már elhelyezkedett. A számítógépes szakemberek átlagfizetése Szerbiában 1500 euró. Az adatok szerint 3000-en felül csak a 3,6%-uk keres. A valós jövedelem attól is függ, hogy saját vállalkozásban dolgozik-e a programozó. Ez esetben az átalányadója 300 euró körül alakul. Azok a programozók pedig, akik állandó munkaviszonyban vannak, ugyanennyit keresnek ugyan, de az átalányadójuk háromszorosa az előző összegnek. A megterhelések csökkentése érdekében köztársasági bizottság alakult, amely az átalányadókkal foglalkozik, és az IT-szektor terhein is könnyíteni kíván, emelte ki a köztévének Nenad Paunovic, a kormány informatikai tanácsosa. Konkrétan ez azt jelenti, hogy minden kutatási és fejlesztési tevékenység költségeit dupla összegben ismerjük el, vagyis az adóalap sokkal kisebb, illetve csökken a jövedelmi adó. Emellett az intellektuális tevékenységgel teremtett jövedelmekre mindössze 3%-os adót számolunk majd az eddigi 15%-os helyett, ami 80%-kal kisebb megterhelést eredményez. Ezzel Szerbia azok az országok közé kerül be, ahol erőteljesen támogatják a tudásgazdaságot. Szabadkán igen nehéz megfelelő képzettséggel, gyakorlattal rendelkező IT szakember találni, aki itthon is szeretne maradni, jegyezte meg Koza Andor, a Studio Present cég tulajdonosa. Van probléma, de lehet találni. Ugye a probléma ott van, hogy határmenti övezet vagyunk, és a magyar ajkú diákok, akik befejezik a főiskolát, nagyon könnyen tovább mennek Szegedre, Budapestre tanulni vagy dolgozni. A szerb ajkú diákoknak ugyanez a problémájuk, vagyis ugyanez a probléma velük, hogy nagyon gyorsan elmennek Újvidékre vagy Belgrádba. Itt valamennyivel erősebbek a fizetések, tehát nekünk abból kell gazdálkodni az, aki itt szeretne Szabadkán maradni. Nem egyszerű találni, de azért akad fejlesztő, programozó, vagy az IT szektorban más olyan szakember, aki azért itt akar maradni. A legnagyobb vonzó erő talán a fizetés. Szerbiai szinten állítólag 1500 euró az átlag fizetés ebben a szektorban. Lehetséges-e ennyire magasan megfizetni egy szakembert annak érdekében, hogy maradjon? Lehetséges. Itt az a kérdés, hogy a cég, aki alkalmaz ezeket a szakembereket, ezek a cégek kinek dolgoznak. Hogyha a szerbiai piacra dolgoznak, akkor ezt a fizetési szintet kicsit nehezebb elérni. Én azt mondanám, hogy talán Szabadkán, az én saját ismereteim szerint talán nincs 1500 eurós átlag fizetés, az biztos, hogy az úgynevezett senior fejlesztőknek konvergál az 1500 euró felé, sőt, vannak olyanok, akik ezt meghaladják, ezt a bért. Itt valahogy úgy lehet számolni Szabadkán, hogy a kezdők, azok, akik pár hónap alatt felfejlesztik magukat egy bizonyos szintre, azok már az 5-600 eurókat mondjuk megkeresik, és akkor ahogy egyre több és felelősségteljes feladatot rá lehet bízni, így nő a cég, nem ritka az 1000 euró feletti fizetés, úgyhogy ez korrekt, de az biztos,
biztos, hogy Újvidék, Belgrád erősebb fizetési vonalba tartozik, mint Szabadka. Nehéz szakembereket találni, ezért az állam fölvállalta azt, hogy átképzéssel biztosít a szektorba szakembereket. Szüksége van erre például az önök vállalatának itt Szabadkán is, hogy vállalják azt, hogy fölvesznek egy lehetséges jövendőbeli programozót, akit önök tanítanak meg dolgozni. Az állam ugye elvégezteti ezeket a kurzusokat, ennek tavalyi évben volt egy fordulója, volt itt Szabadkán is, sőt a négy kollégám elő is adott ezeknek az embereknek, és van, aki itt kikötött nálunk. Nekem az a tapasztalatom, hogy vannak olyanok, akik már konyítottak, és ezekből lettek a jobb emberek, azok, akik tényleg a nullából érkeztek, azoknak biztos, hogy kell az az egy-másfél év, hogy tényleg érdembeli jó munkát tudjanak végezni, de mi magunk részéről úgy állunk hozzá, hogy nagyon üdvözöljük ezt a kezdeményezést. Remélem, hogy minél komolyabban és minél többet fognak ráfordítani, mert az biztos, hogy akár egy átképzett ember, aki mondjuk azt, hogy nem ez a szakmája, nem ebben nőtt bele, nincs meg az az alaptehetsége, most kezdett bele, akkor is már mint egy egyszerű vagy egy kezdő programozó biztos, hogy nagyobb fizetést fog kapni, mint hogyha egy bolti eladó lenne, vagy egy helyen dolgozna. Tehát szerintem megéri mindenkinek, és ezekből még lehet jó szakember is. Van-e még a szerbiai államnak olyan intézkedése, amely az önök tevékenységét támogatja? Itt gondolok elsősorban a különféle körülményekre, adók, kötelezettségek, kapnak-e itt valami biztató jelet, illetve támogatást annak érdekében, hogy fejleszthessék a vállalkozásukat? Nem. Folyamatosan azt mondják, hogy mennyire jó az IT szektor, de nagyon szeretnénk, hogyha tényleg jönnének valami kedvezmények. Hatalmasak az adók és a járulókik a fizetése, tényleg jóval nagyobbak a fizetések, mint az átlagban, tehát nagyon jó lenne, hogyha nem kellene a nettó fizetésre még azt a körülbelül 60%-ot ráfizetni. Ezzel biztos, hogy sokkal jobban kifehérítenénk a fizetési rész dolgokat is. Az még nagyon jó lenne, amit mi mindig mondunk, hogy az állam és az IT szolgáltatásokat azt szolgáltatásnak veszik. Mi szoftvereket gyártunk, nem szolgáltatunk, tehát ez egy különbség, és sajnos a gyártó tevékenységek azok, akik általában kapnak támogatást. Mi még nem sok támogatást láttunk, de nagyon szeretnénk, hogyha az IT-vel nem csak szóban, hanem gyakorlatban is foglalkoznának. Szerbia dinamikusan fejlesztené az informatikai szférát. Ennek érdekében ettől az iskolaévtől már nem csak választható, hanem kötelező tantárgya számítástechnika az általános iskolások felsősei számára. Továbbá a tervek szerint 2020-ig 100 000 informatikai szakembert képeznek ki Szerbiában. Azonban a kutatások szerint az évi 1500 itthon egyetemi oklevelet szerző informatikus fele rögtön külföldön áll munkába.